Idén is meghirdette a Palóc Társaság tanulmányi és szép írói pályázatát, melyre a felvidékről, délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Örvidékről, Magyarországról, vagyis az egész Kárpát-medencéből érkeztek be művek. A verseny célkitűzése az volt, hogy a magyarországi és a határon túli fiatalok gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és a magyarság tudat megszilárdításához. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégiumból Borús Lili, 11. A osztályos tanuló külön díjas lett, Kormos Domonkos, 10. B és Szűcs Roland, 11. B osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. Pedagógusok is nevezhettek a tanulmányi versenyre, így felnőtt kategóriában Gyermán János Tamás irodalmi pályázatával külön díjat szerzett. Szűcs Roland, 11. B-osztályos tanuló a Honismereti Szövetségtől ingyenes meghívást kapott a 28. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiára, amelyet 2024 nyarán Nyíregyházán fognak megrendezni. Az akadémia idei témája látható csodák. A Palóc Társaság meghirdetett pályázatára közel 100 dolgozat érkezett be. A díki ünnepséget Budapesten a Klebersberg kastélyban tartották meg. Az ünnepség házi asszonya mohács és Szilvia újságíró televíziós szerkesztő volt. A megnyitón Z urbán Aladára a palóc társaság elnöke, a magyar kultúra lovagja mondta el ünnepi beszédét, kölcsei Ferenc költeményét török máté versének művész mondta el. A pálya műveket, Kolconai Katalin, az értékelő bizottság elnöke, a Palóc Társaság tiszteletbeli tagja értékelte. A megjelent vendégeket Szollár Péter, polgári művelődési alapítvány igazgatója köszöntötte. A díjkiosztás eseményének fővédnökét Kókai Krisztina Ferenci Noémi Díjas textilművész az MMA rendes tagja képviselte. A szentonai diákjai tanulói pályázatukban írtak a felvidékről kitelepített magyarság sors történetéről, kölcsei Ferenc 200 éve született himnuszáról, a kenderesi népmondákról, Tápióbicske bicske történelmi hátteréről, valamint a trianoni eseményekről.